Bevetítés, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának podcastja. A filmrendezőit és készítőit úgy nem tudtuk elhívni őket Lengyelországból, de úgy gondolom, hogy azért ebben a témában talán a legismertebb szakértő Mitrovics Miklós fogja értékelni a filmet és a háttérről, a történelmi háttérről beszélni. Ő a Történeti Tudományi Intézet történésze, és hát a lengyel-magyar kapcsolatoknak, Lengyelországnak és Közép-Európa történetének szakértője, Pócs Nándor és Kollár János, az Állambiztonsági Levéltár munkatársa. Mind a ketten személyes élményeket őriznek Lengyelországról, ugyanis hosszabb időt töltöttek ott, és film és történelem tudomány területén elég otthonosan mozognak, mint történészek és filmszakosok. És akkor én át is adnám a szót Nándinak, aki most ezt a beszélgetést vezeti majd. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Amint az a felkonferálásban elhangzott, Mitrovics Miklóssal és Kollár János Miklóssal fog beszélgetni. Miki, először hozzád fordulok. Napokkal azután vagyunk, hogy vádat emeltek Lech Wałęsa ellen, aki ugye a szolidaritás mozgalomnak az egyik alapítója, és többek között azért, mert ugye 2016-ban valószínűleg hamisan tanúzott, hamis vallomást tett az ügynöki múltjával, illetve tevékenységével kapcsolatban. Tehát azért az jól látszik, hogy Lengyelországban nem bobra megy a játék. Úgy tűnik, ma is elég alapos szándék mutatkozik arra, hogy a lengyel társadalom megismerje a múltját, illetve hogy a 44 és 89 közötti időszak, hát hogy mondjam, vitatott kérdéseit átrágják. Úgy általánosságban mit tudsz elmondani arról, hogy az utóbbi években, évtizedekben hogyan zajlik Lengyelországban ennek a kritikus időszaknak a feldolgozása? Köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Nem egyszerű válaszolni, amit itt most felvetettél, főleg, hogy idehoztad Lech Wałęsa ügyét is. Kicsit messzire visz az ügy. Lech Wałęsa ügye azért politikai ügy, tehát azt azért tisztázni kell, hogy az ő vádelmelése az vélemény szerint egyértelműen politikai ügy. Az nem kétséges, hogy Lech Wałęsa 71 és 76 között valóban jelentett az Állambiztonságnak. Ugye 70 decemberében elkövetett tömegbelövés után őt is bevitték, megzsarolták, akkor született a fia, az első fia. Nyilván nem ő volt az egyetlen, aki aláírt, ő belőle lett később híres ellenzéki, nyilván vele foglalkoznak. Lech Wałęsa valóban össze-vissza beszélt a múltjáról, már a 90-es évek elejétől, már amikor államfő volt akkor is. Valójában ő ezt az ügyet nagyon egyszerűen lezárhatta volna mondjuk 92-ben, 91-ben. Először ebből botrány lett, nem ezt tette, ebben ő hibás, ez egészen biztos. De az, hogy ő ellene most vádat emelnek azért, mert ezt állítja az ügyészség, hogy hamisan tanúzott. 4 nappal ezelőtt, ugyanazon a napon, amikor az Európai Bíróság egyébként Wałęsának adott igazat a lengyel állammal szemben, és a lengyel államot meg is büntették. Ugyanebben az ügyben, tegyük hozzá, és 2017 óta elindított perében, hogy mondjam, a kormányváltás, a nagyon valószínű kormányváltás előtt mondjuk 8 nappal emelnek pont vádat Lech Wałęsa ellen, akiről tudni lehet, hogy a még regnáló kormány hát komoly ellenfele, bár ugye nem aktív politikus. Én itt nem tudok nem politikát látni ebben, hogy az ügyészség pont most jutott el odáig, hogy neki még a kormányváltás előtti utolsó pillanatban vádat kell emelnie. Gondolom, ez 2 hónap ezelőtt nem tudták, hogy mi a vád, persze. Tehát ez politikai ügy, nyilván nem ez belőle semmi, már csak azért sem. Hát itt vagyunk az Állambiztonsági Levéltárban, aminek mondhatni partnerintézménye a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, ahol szintén az állambiztonsági iratokat tartják, bár a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet egy jóval kiterjedtebb jogkörre rendelkező valami, és egy nagyobb intézmény, saját ügyészei is vannak, és ugye a várhatóan hatalomra kerülő kormány már beharangozta, hogy nem biztos, hogy ez az intézmény továbbra is létezni fog Lengyelországban, ami azért egy nagyon komoly lépés lenne, de hát nyilván ez is politika. Úgyhogy én itt a vádemelést, ez talán ilyen utolsó utáni bosszú, ha be akartok minket szüntetni, akkor még valamit teszünk ellenetek. Nem lesz ebből semmi. Én remélem nem zárják be az IPN-t egyébként, mert leszámítva ezeket a politikai ügyeiket, szerintem nagyon jó szakmai munkát végeznek, nagyon jó történészek dolgoznak ott. Úgyhogy ez a kitérővel ezt lezárnám. Az a múlttal való szembenézés Lengyelországban azt gondolom, hogy rendszerváltás után nagyon nagy lendülettel és sok nagyon jó történész részvételével azt gondolom, hogy megtörtént. Tehát például ez az ügy, hogy
Zsegos Psemiket meggyilkolták 83-ban, ez totálisan fel van tárva. Lényegében ismerjük az összes belügyi dokumentumot, rendőrségi dokumentumot, vallomásokat, a pereket, ugye perek folytak 89 előtt is, amikor ugye elítélik ezt a két szerencsétlen mentőst, akinek nyilván volt része abban, hogy nem látták el megfelelően a megvert Gzsegost, de azért nem ők verték meg. Hát azért nem ők voltak az elkövetők. 89 után ugye több per is folyt, azt hiszem talán 5 az ügyben. A rendőröket, akik elkövették ezt a verést, elítélték, bár az egyik fő elkövető éppen egészségügyi állapotára volt tekintettel. Nem vonult börtönbe, a másik 4 évet ült, amnestiával szabadult, aztán egyébként meg lezárták az ügyet. A legutolsó döntés az volt, ez valami is 2009 vagy 5 körül, hogy már elévült az ügy. De sok ilyen ügy volt, nem ez az egyetlen gyilkossági ügy volt, a 80-as években sem. 80 elején egy gdanszki munkást gyilkoltak meg Lech Wałęsa közvetlen közeléből. Ugye 81. december 13-án, amikor bevezették a hadiállapotot, a katowicei Vujekbányában lőttek le 9 bányászt. Itt van ez a 83-as eset, de előtte 77-ben, ami talán nagyon híres, Stanislav Piasz krakkói diák meggyilkolása, lényegében az egyetemi diák szolidaritásnak a megteremtésével járt, a halála utáni tiltakozásokból kinőtt ugye a diák szolidaritás 77-ben, vagy hát 84-ben ugye Popjauskó atya meggyilkolása, 85-ben egy olsztini diák meggyilkolása, nagyon hasonló módszerekkel, megverés, megkínzás, majd természetesen az eltusolása az ügynek, valami ártatlan, vagy egyébként az ügyhöz semmi köze nem lévő ember ráfogás és lejáratása a médiában. Azt lehet mondani, hogy sok ilyen ügy volt. Ha jól emlékszem, a Helsinki Bizottságnak volt egy felmérése, és ha jól emlékszem, 100 vagy 101 halálesetet hozott 81. december 13-a és a 89. február 6-a a kerekasztaltárgyalások megkezdése közötti időpontból 100 vagy 101 halott, aki itt a rendőrség vagy a karhatalom funkcionárisai gyilkoltak meg. Szóval azért a 80-as évek Lengyelországban, hogy mondjam, hát ez nem volt egy életbiztosítás, hogy ellenzéki tevékenységet folytatni, de mondjuk, mint látjuk, ugye személyigazolvány nélkül Krakkó óvárosába sétálgatni, vagy éppen ünnepelni az érettségit se volt egy életbiztosítás. Úgyhogy ezeket nagyon jól föltárták, ez rengeteg könyv született az utcai harcokról, ezekről a gyilkosságokról. Az, hogy az elkövetőket nem büntették meg, ez egy nagy hiányossága a lengyel, az elmúlt 30 év lengyel politikai elitjének, akik mindenféle törvényt elfogadtak, mondom, a Lengyel Emlékezetintézet, Nemzeti Emlékezetintézete 11 saját ügyésszel rendelkezik, akiknek joga van mindenbe betekinteni, és saját jogkörük van arra, hogy ők eljárást indíthatnak a bíróságon. Itt ilyen Magyarországon nincs, de azt hiszem sehol, posztszocialista országban, és mégsem, vagy csak Jaruzelszkit nem tudták elítélni, tehát a végén úgy halt meg, és úgy temett, államfőnek kiáró temetést kapott, tehát lényegében senkit. Czeszláv Kiscsakot nem ítélték el, aki lényegében itt az 80-as évek összes gyilkosságának valószínűleg a, hát nem is a megrendelője, de a fő-fő ember ezekben, hát ő a belügyminiszter, ugye, hadi állapot egyik fő építésze, architektora. És senkit igazából a nagy halak között. Több ezer per volt, sok kis halat elítélgettek, sokat poszthumusz. Egyébként megjegyzem, és ezzel lezárom, hogy az a biztos mindenki tisztában, hogy Lengyelországban az elmúlt 8 év a bírósági rendszer, az igazságszolgáltatási rendszer átalakításáról volt hangos, ugye az Európai Unió ezért indít eljárás Lengyelország ellen, mert hogy úgy alakítja át az igazságszolgáltatási rendszert, hogy ez sérti a jogállamiság elveit. Na most az egy nagy gyűlölet a bírókkal, ügyészekkel és az egész igazságszolgáltatási rendszerrel, főleg a konzervatív jobb oldalon, az egyértelműen a 70-es, 80-as évekből táplálkozik. Annak ellenére, hogy ma már nyilvánvalóan ezek nyugdíjasok, ezek az ügyészek és bírók, akik itt közrejátszottak ügyek eltusolásában, meg ártatlanokat ítéltek el a valódi bűnösök helyett, de még a 90-es években sokan praktizáltak. Tehát az tényleg elég abszurd helyzeteket teremtett, hogy 2 évvel ezelőtt ártatlan ellenzékeket ültettek a börtönbe, vagy akár vertek agyon, és a gyilkosai szabadlábon mehettek, majd a rendszerváltás után ugyanaz az ügyész vagy bíró ott
praktizált, és úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Talán még a 2000-es évek elején is. Most már az elmúlt években egy-két ilyen ügy derült csak ki, hogy valaki 80-as években még fiatal, ügyészségen dolgozó munkatársként ott volt ilyen ügyeknél, most még mondjuk ügyész vagy kerületi bíró, vagy tehát innen fakad ez a nagy gyűlölet, függetlenül attól, hogy mit gondolunk erre az egészről, ezt azért tudni kell, hogy Lengyelországban ennek megvan a mély történelmi előzménye. Fele más a szembenézés. Egyébként ezek a filmek szerintem sokat segítenek. Azt még megjegyzem, hogy nem ez az egyetlen film. Az 1970-es tömegbelövetésről is van ugye a Fekete Csütörtök című játékfilm, ami szerintem zseniális. De már a rendszer alatt is készültek, ugye csak Vajdának a vasemberére kell gondolni, amiben egyébként benne van a 70-es tömegbelövésnek egy-egy dokumentarista képkockája. De említhetném az Állambiztonságot, szerintem nagyon jó bemutató filmek közül a Kicsi Rózsát, Ruzsicska lengyelül, az is ment magyar mozikban valamikor olyan 10 évvel ezelőtt körülbelül, és még sok-sok más Magyarországon kevésbé ismert film is van. Szerintem ezek segítenek, ezek nagyon dokumentarista jellegűek, realista jellegűek, és pont annak köszönhetően, mert nagyon jól fel vannak tárva ezek az ügyek, forgatókönyvíró lényegében ott van, hogy mit kell feldolgozni. Persze vannak benne fikciós elemek, tehát például ez a barát, aki itt tanúskodni próbálta a bíróságon, ez létező barát volt természetesen, csak máshol volt a valódi neve, Cesari filozof valódi neve, de azért ilyenre nem került sor, azt hiszem, ami itt a filmben látható volt. Fogunk még itt a legutóbbi időkben elkészült lengyel történelmi filmekről is beszélni, és forduljunk is rá egy kicsit erre a témára, a filmes kontextusra. Kérdésemet egy picit távolabbról indítanám, ugyanis a filmben a Barbara Sadowskának, az ügyvédjének az irodájában feltűnik egy festmény, remélem ki tudom mondani az illető nevét, Zdzisław Beksiński festménye, aki azon túl, hogy igazából a totalitárius diktatúráknak szerintem egy ilyen nagyon egyedi képi világát teremtette meg a festményein. Ő 2005-ben halt meg, és az ő életéről forgatott filmet Jan Matuszynski, ennek a filmnek a rendező is Osztatnya Rodzina, tehát az utolsó család címmel, ami nagyon jó, azt is ajánlom, ahhoz is készült, ha jól tudom, magyar szinkron. És ennek kapcsán kérdezlek János téged, hogy mi a helyzet a mai lengyel filmes világban, igazából kik azok a filmesek, mik azok a filmek, esetleg filmes iskolák, amiket érdemes megemlíteni itt az utóbbi 10-15 évből, ahol egyébként itt Kelet-Európában is még csak ennyi kiegészítésen van csupán. Ugye nem is annyira talán a lengyel filmek voltak azok, amik világhíre tettek szert, hanem inkább a román új hullám, Radu Zsude, nem tudom, Kriszti Mundzsu filmjei. Ehhez képest a lengyel film hogy áll? Én is köszöntök mindenkit. Ugye a közép-kelet-európai régióban valóban a román új hullám az a múlttal való szembenézés szempontjából talán én úttörő, és itt a régióban kevés olyan országnak vannak annyira hiteles filmjei a 89 előtti múlttal kapcsolatban, és egyébként magával a rendszerváltással, 89-es eseményekkel kapcsolatban, mint a románoknak. Viszont az elmúlt, mondjuk akkor maradjunk ennél a 10 éves táblatnál, emellé felzárkózott, azt gondolom, a lengyel filmes közeg is, és maga ez a lengyel, bár nem hívják így, de mégis nevezhetjük így, hogy lengyel új hullámos közeg egy ilyen üde színfoltja az európai filmművészetnek. És azért nagyon fontos ez, hogy azért érdekes ez, mert a román filmek, tehát az ilyen román elmúlt 10 évben, 15 évben készült történelmi filmek és a lengyel történelmi filmek is a saját lengyel, illetve román múlttal tudnak elérni nemzetközi sikereket. Gondoljunk csak itt mondjuk két ilyen fontosabb vagy kiemelkedő filmre, ugye az egyik az Ida, ami azt hiszem az Oscar-díjat nyert, vagy például a Hidegháború, ami Oscar-jelölést kapott, de Európa filmdíjas. És azt is érdemes, azt gondolom kiemelni, már csak azért is, mert a film mindenhol nagyon fontos médium, tehát nagyon sok mindent lehet vele közölni, és nem csak esztétikai szempontból, hanem politikai szempontból is, de az mindenképpen fontos, hogy ezek a filmek alapvetően nem kurzusfilmek, tehát ezek javarész, egyrészt szerzői filmek, és ezek nagy nemzetközi sikereket tudnak elérni. Vagy például ugye a rendezőnek van nagyon jó filmje, az a cím, hogy A király, azt hiszem, ez pedig a
ez a 30-as évek végén Varsóban játszódik, és a varsói zsidóságnak a történetéről szól. És más ilyen volt szocialista táborba tartozó országoknak a filmművészetében eléggé nem ilyen jól tetten érhető ez a fajta szembenézés a múlttal. Most, hogyha a magyar példát szeretnénk keresni, hát nagyon nehéz. Talán ami az elmúlt években készült, esetleg a vizsga, vagy annak a folytatása, a játszma, de ha még régebbről, a 2000-es évekből kellene, nem nagyon tudnék mondani, pont itt mielőtt Nándival beszélgettünk, talán még a Moszkva tér, de az meg ugye teljesen más szempontból, más stílusban próbálja megfogni mondjuk a rendszerváltás időszakát. Köszönöm a választ. Miki, ismét hozzád fordulok, visszatérnék a történelmi háttérhez, ugyanis nekem imponáló volt a filmben, hogy kifejezetten, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy realista módon ábrázolja a hatalmon belüli viszályokat is abban az értelemben, ahogy például azt láthattuk, ugye František Ruszek főügyész, mondjuk úgy, hogy partizánharcát az SB ellen, és ez nem tudom, hogy mennyiben realizmus, tehát hogy mennyiben volt tényleg így, és mennyiben voltak különféle hatalmi klikkek 83 tájékán a lengyel hatalmon belül, és hogy ezeknek mekkora jelentősége volt igazából. Lengyelország nagy ország, ezért alapvetően mindig volt egy ilyen, hogyha megosztottságokat nézzük, mindig volt egy vidék-főváros megosztottság, tehát ebben a régiók és a központ, a belügyminisztérium központ között mindig volt feszültség. Úgy, ugye ez most nem játszik, mert ez Varsóban történik ez az eset, csak szerettem volna jelezni. A központban, ami nagy megosztottságot jelentett a 80-as években, de talán már a 70-esben is, az, hogy a moszkoviták, mármint akik be voltak kötve a KGB-hez, és a helyiek. Ugye itt ebben a filmben is szerepel Milevszky, aki belügyminiszter helyettes. Sok mindent tudunk az életéről, de azt hiszem a legfontosabb dolgokat még mindig homályban tartják a moszkvai levéltárak falai. Ő egészen biztos, hogy Moszkvából irányított figura volt már a hadiállapot bevezetése előtt is és utána is, és egészen biztos, hogy ő Moszkva akaratát képviselte a lengyel politikában, vagy a belügyben, szemben mondjuk Kiscsák. A Kiscsák se volt egy jó fiú, tehát nem azt akarom mondani, hogy itt voltak jók meg rosszak, csak mindenkinek megvoltak a saját érdekeik, és nyilván voltak itt pozícióharcok, meg hatásköri küzdelmek. Tudunk azért erről valamennyit, tehát lengyel történészek foglalkoznak ezzel, kiderülnek a dokumentumokból, de azért azt gondolom, hogy ennek én legalábbis történészként olyan nagy jelentőséget nem tanúsítottam. Azt mondjuk én is szeretném tudni, hogy Milevszky valójában milyen szerepet játszott a lengyel politikában a hadiállapot alatt, bevezetése előtt, majd a bevezetése után, illetve az ellenzékkel szemben. Valószínűleg a Popjavuskó gyilkosságban is kulcs szerepet játszott, legalábbis nagyon sok minden erre utal. Ugye például a Popjavuskó gyilkosságról is rengeteg könyvet írtak, de azt mondjuk mi nem tudjuk, hogy ki rendelt el a gyilkosságot. Nehéz elképzelni, hogy ez a három belügyi funkcionáris magától verte meg az országszerte ismert ellenzéki főpapot, nyilván nem volt főpap, csak az ellenzék szemében. Egészen valószínű, hogy ez nem így történt, bár ott a 80-as években ott is három belügyi funkcionárist elítéltek 10, meg 15, meg 25 évre is. Ezen persze nem töltötték le, de nyilvánvalóan nem ők voltak a megrendelők. Valószínűleg Milevszky volt. Sok történész úgy látja, én is a hadiállapot kapcsán, amit kutattam levéltári anyagok alapján, én is úgy látom, hogy még Jaruzelszkyvel szemben is fel tudott lépni. Tőle még Jaruzelszky is valószínűleg tartott, és például a Popjavuskó gyilkosság az, mert ugye ez valószínűleg egy véletlen dolog volt. Tehát ez a rendszerváltás is után is kiderült, hogy valóban nem tudhatta az illető rendőr, hogy Szadovszka fiát viszi be, akit egyébként három nap előtte vertek meg, ezért van begipszelve a keze. Ez valós történet, tehát tényleg megverték három nappal korábban. Tehát ez valószínűleg véletlen volt, de ezek a túlkapások benne voltak. De mondjuk a Popjavuskó gyilkosság az valószínűleg nem volt véletlen.
ott valószínűleg a kemény vonal Jaruzelszkivel szemben akart, hát egy provokációt elkövetni, hogy keményebb vonalra terelni a már 84-ben kicsit liberalizálódó Jaruzelszkit és társait. Tehát voltak ilyen klikkek egészen biztos. Ami még látszik, az tényleg a vidék főváros. Itt most ez nem jelenik meg, de van egy olyan lengyel film, aminek az a címe 80 millió. Ez is a hadi állapot idején játszódik, amikor lényegében a szolidaritás aktivistái hát kirabolnak egy wroclawi bankot. Hát, nem úgy, hogy betörnek, hanem elhozzák a pénzt, ami a szolidaritás pénze, csak ugye a hadi állapot alatt ez nem férhetnének hozzá. 80 millió volt itt, és hát ott is abból a filmből is kiderül, hogy vidéken egyébként mennyivel nehezebb ott ellenzékinek is lenni. Tehát, hogy vidéken sokkal jobban megverték az embert, még akár a fővárosi központ akaratával szemben is sokkal agresszívebbek voltak. Vidéki ellenzékinek rosszabb volt lenni, mint varsóinak. Tehát voltak ilyen törésvonalak vagy klikkek az egész biztos a lengyel belügyön belül. Hát gondolom egyébként mindenhol, feltételezem, hogy Magyarországon is, mert én ezt nem kutattam. Az előbb szóba hoztad Andrzej Wajdát, a Márványembert, illetve a Vasember című filmjét. Ugye, ahogy azt mondtad, tehát már az események idején készültek rendkívül bátor, szókimondó, tulajdonképpen rendszer alapjait feszegető filmek, ami hát szerintem így a korabeli magyar nézőnek adott esetben kifejezetten furcsa is lehetett, és felmerül a kérdés, hogy tehát ezek a filmek mégis hogy jelenhettek meg, hogy mehettek át a hatalom szűrőim. Mit tudsz erről elmondani, János? Igen, ugye már itt Miklós említette a Márványembert, és annak gyakorlatilag a folytatása a Vasember. Ugye a Márványember az 1977-es film, amit gyakorlatilag a morális nyugtalanságnak az egyik ilyen nyitó darabjaként lehet értékelni, ugye ez az a filmes irányzat, ami tulajdonképpen szorosan a szolidaritás, mint politikai mozgalom mellett kiállva gyakorlatilag a lengyel mindennapok és a lengyel közállapotok hiteles bemutatásáért száll síkra. Ugye itt a cenzúrával kapcsolatban a Márványembernek a forgatókönyve az már 1962-ben elkészül, és 62-től 77-ig, 76-ig, tehát 14-15 éven keresztül dobozban marad. Ugye Vajda és a forgatókönyvírója, a Rilszki, ők elkövetik azt a hibát, hogy 62-ben a forgatókönyvet a Kultúra című varsói folyóiratban megjelentetik, ami egyébként így rendben is lett volna, és azt gondolták, hogy ezzel ez igazából átcsúszott a cenzúrán, csak hogy ez feltűnt a politikusoknak is, és hát ugye ez azért így nem mehetett át, mert hogy maga a film alapvetően, meg ugye a forgatókönyv az ilyen élmunkás mozgalmat bírálja, tehát tulajdonképpen a stahanovista mozgalmat bírálta, ugye a Mateusz Birkutnak a karakterén keresztül, aki ugye a novahutai építkezéseken vesz részt, és ugye ezt itt dobozba kerül egy 15 évre, majd 1977-ben ugye itt a Gomulka bukása után a Gyereki időszakban van egy enyhülés, ahogy a lengyel politikában, ugye a lengyel filmművészetben is, és akkor megcsinálhatja Vajda ezt a filmet, nyilván egy kicsit átdolgozva a forgatókönyvet, de cenzúrázni így is cenzúrázzák. Ki kell vágni a filmből azt a jelenetet a film végén, amikor Agnieszka, a filmrendező nő, aki tulajdonképpen a motorja az egész filmnek, és utána megy a 1970-es tenger melléki eseményeknek, keresi Birkutnak a sírját, akit a rendőr, akit a karhatalom lő le az események során, és nem találja, mert hogy nagyon sok ilyen áldozatot ilyen jelöletlen sírba temetnek el. És ezt ki kell vágni a film végéről. Tehát ez nem maradhat benne. Több részletet is ki akarnak vágni, viszont Vajda abban nem egyezik bele, azt mondja, hogyha több részt kivágnak, akkor nem jelenhet meg a film, illetve kicsempészik útközben külföldre, és a Cannes Film Fesztiválnak a programjába gyakorlatilag titokban beillesztik, és hát ez már egy olyan nyilvánosságot kölcsönöz a filmnek, ami miatt nem lehet bedobozolni, de hozzátenném, hogy Gierek személyesen jelöl ki 4 darab mozit, ahol sugározhatják a filmet, tehát hogy nincs egy ilyen egész országos, egy ilyen nagy vetítés, meg
külföldön is csak később kerül mozikba, és akkor még a Vasember pedig gyakorlatilag ennek a folytatása, aminek az az érdekessége, hogy Vajda 81-ben, amikor már zajlanak a tárgyalások, leutazik Gdańskba, hogy személyesen lássa, győződjön meg arról, hogy mi zajlik ott, és gyakorlatilag elvileg a Lenin hajógyárnak a bejáratánál egy munkás megfogja a kezét, és azt mondja neki, hogy csináljon rólunk filmet, aminek legyen a címe a Vasember. És tulajdonképpen ez a film, hát igazából már a tárgyalások alatt zajlik, és ahogy már Miklós is mondta, tele van ilyen öndokumentáló snittekkel, tehát hogy játszik azzal a Vajda a rendezés során, hogy vannak a filmben áldokumentarista jelenetek, amit ő szándékosan úgy állít be, mint hogyha egy ilyen dokumentumfilm lenne, illetve vannak valódi archív felvételek beillesztve a filmbe. Ez a Vasember pedig azzal kezdődik, amit ki kellett vágni a márvány embernek a legvégéből ezzel a temetői jelenettel. És nyilván abban a közegben ezt a filmet nem sikerül megvágni. Nagyon hosszú listát küldenek Vajdának arról, hogy miket kellene kivágni a filmből, és azt írják, hogy hát ezeket azért kellene kiszedni, mert hogy ez tulajdonképpen mind a nemzetközi szintére, mind a belföldi nézők számára azt sugározza, hogy Lengyelország egy rendőrállam. Van egy jó könyve Vajdának, ez a film és más hívságok, ez tulajdonképpen egy ilyen tehát ő maga írja le saját maga történetét, meg hogy hogyan készültek ezek a filmek, és abban ő azt írja, hogy ő hajlott volna egyébként arra, hogy egyezkedjen a cenzori hivatallal, de maga a szolidaritás mozgalom áll mögé. Ők mondják, hogy nem, tehát több ezer munkás petíciót ír alá, és tulajdonképpen a hatalom meghátrál, tehát nem vágják meg a filmet, ráadásul aranypálmát nyer Cannes-ban, ami meg megint csak egy olyan nemzetközi elismerést ad a filmnek, ami miatt nem lehet hozzányúlni, bár itt mondjuk a Vajdának a kritikusai azt itt meg szokták említeni, hogy a film maga mondjuk Vajda életművében nem tartozik a legkiemelkedőbb alkotások közé. Abból az öndokumentáló szempontból, politikai szempontból, abban a légkörben, amiben készült, mégis nagyon fontos darabja a Vajda életműnek. És itt még csak egy röviden hozzá, hogy amikor ugye 81 decemberében a hadiállapotot, vagy gyakorlatilag a tankok előzönlik Lengyelországot, és beáll a hadiállapot, akkor ezt a filmművészet is megsínli. Nagyon sok filmet tesznek azonnal dobozba. Ezeket így is hívja a lengyel film történelem, hogy polcos filmek, és mondjuk ide tartozik Kieslowskinak a Véletlen című filmje, vagy olyan filmek, ami a Kihallgatás, az Bugajski rendezte, ami viszont már kendőzetlenül, realisztikusan mutatják be a sztálini terrort, például ugye az, hogy a titkos, vagy az ügynökök, vagy a belügyesek hogyan hallgatták ki, hogyan kínozták, hogyan verték meg az állampolgárokat. Ezeket a filmeket, amiket 81-82-ben rendeznek, ezeket majd csak 87-ben, a Bugajski filmjét csak 91-ben mutatják be, és hogy ne csak férfiakról beszéljünk, például Agnieszka Hollandnak a Magányos nő című filmjét ugyanúgy csak 88-ban lehet majd bemutatni, tehát lehetett itt azért utalni és felhívni a figyelmet az igazságtalanságra, a múlttal való szembenézésre, de olyan realisztikusan és annyira egyenesen, mint mondjuk ebbe a filmben, azért mondjuk a szolidaritás napjaiban sem feltétlenül lehetett, vagy lehet, hogy lehetett volna, de nem mertek mondjuk még így dolgozni a rendezők. Röviden, mert magyar szempontból is érdekes, hogy igen, Vasember elvitte az aranypálmát Cannes-ba, egyébként Szabó István Mephisztója elől. Valóban nem vágták meg, de az Oscarra nem engedték ki a filmet. Ha kiengedik, akkor azt gondolom, hogy nem azért, mert Vajdának ez a legjobb alkotása, de azt gondolom, hogy megnyerte volna az Oscart, és akkor a Mephisztó nem nyert volna. Ugye együtt versenyeztek 82-ben, de nem engedték ki. Nyilvánvalóan politikai okokból azt gondolom, hogy meg odaadták volna. Ettől nagyon félt a lengyel politikai hatalom, úgyhogy nem hadiállapot alatt ez nem. Nem is vetítették lengyel mozikba, magyar mozikba se engedték a Vasembert, csak 89-ben. Miközben egyébként azt hiszem 79-ben jött a magyar mozikba, tehát szolidaritás előtt néhány hónappal, vagy egy fél évvel a Márvány ember is a magyar sajtóban nagyon pozitív kritikákat kapott, és hát a folytatás az politikai okokból megcsúszott, tehát lényegében az ellenzékiek VHS kazettán nyilván másolták és terjesztették, meg a Rai butikba hozzá lehetett jutni, de magyar mozikban nem mutatták. Ha már itt vagyunk ebben az épületben, beszéljünk azért egy kicsit a lengyel állambiztonságról is.
Ugye a filmben láthattuk, hogy Sadovskát és Popjelt gyakorlatilag már sem teljesen elfelejtett módszerekkel igyekezték lejáratni, sarokba szorítani, mi egyéb. És hát ugye az különösen gyomorforgató, hogy gyakorlatilag a legintimebb emberi kapcsolatokra sem voltak tekintettel, lényegileg mindenféle politikai, technikai és nem tudom, pszichológiai eszközt is bevetettek, ami azért így együtt, legalábbis a 80-as évek Magyarországán talán nem volt annyira elterjedt. És ennek kapcsán kérdezném tőletek, hogy mennyiben volt ez, hogy mondjam, bevett eljárás az akkori Lengyelországban, illetve mit kell tudni az akkori lengyel állambiztonsági módszerekről? Valóban Magyarországon teljesen elképzelhetetlen, ami Lengyelországban zajlott. A lengyel állambiztonság minden eszköz bevetett az ellenzékiekkel szemben a hadi állapot bevezetése után, majd annak felfüggesztése után is. Tehát azt, hogy érzelmi zsarolás, testileg, kizsarolás, kínzások, verések, munkahelyi elbocsátások, ez ellenzékiekkel szemben teljesen bevett szokás volt, de azt kell mondanom, hogy a lengyel társadalom ezt nem passzívan nézte. Tehát az is magyar szemben teljesen elképzelhetetlen, ami Lengyelországban zajlott. A lengyel társadalom aktív ellenzéki része felvette a küzdelmet az állambiztonsága. Erről is van egyébként könyv, Igor Jankének az Erőt című könyve, magyarul is megjelent, érdemes elolvasni. Lényegében macska-eger játékot játszottak. Az ellenzékiek megfigyelték az őket megfigyelőket, nagyon sokszor megfejtették a titkos rádió leadott titkos kódjaiknak a jelentését. A lehallgatás ugye az teljesen bevett volt, tehát magánlakások lehallgatása, de emiatt a lengyel ellenzékiek nagyon sokszor változtatták a lakhelyüket, a búvóhelyüket. Ebben segítségükre volt a társadalom jelentős része, ki bújtatta őket, kiadta őket, de olyanokra is van példa, hogy az ellenzékiek lehallgatták egyszerűen az állambiztonsági funkcionárusokat, mégpedig az állambiztonság eszközeivel. Például Janke könyvéből én is megtudtam, amikor fordítottam, hogy hogyan kell egy lakásban kideríteni, hogy van-e lehallgató készülék. Nagyon egyszerűen le kell kapcsolni minden elektromos berendezést, ki kell húzni a konnektorból, majd ki kell sétálni, és megnézni, hogy megy-e a villanyóra. Ha megy, akkor valami fogyasztja az áramot. Onnantól kezdve el lehet kezdeni keresgélni, és általában megtalálták. Volt, hogy japán technológiával próbálkoztak az állambiztonság. A lengyel ellenzék soraiban rengeteg műszaki beállítottságú figura volt, a műszaki egyetemisták, illetve az ott végzettek tömege segített az ellenzékieknek, tehát visszájára fordították ezeket a dolgokat. Megfigyelték az autókat, fölírták a rendszámokat, tehát kijátszották őket nagyon szépen. Annak ellenére, hogy óriási erőket mozgosítottak. Például magyar ellenzékiek, akik egyébként mondjuk 77-78-ban teljesen ismeretlenek voltak, még a magyar nyilvánosság számára is, nem hogy a lengyel nyilvánosság számára is. Gondolok, mit tudom én, Haraszti Miklósra, vagy Bauer Tamásra, vagy Kis Jánosra, de még tényleg a 70-es évek végéről, akik kijárkáltak Lengyelországba. Ilyen több oldalas, több 20-30-40 oldalas megfigyelési dossziék keletkeztek róluk, és mondjuk egy egyébként teljesen, mondom, a magyar nyilvánosság számára is teljesen ismeretlen figurára rá tudtak állítani 10-20 vagy akár 30 lengyel ügynököt is, megvannak a dossziék, a gépkocsik rendszámai, és tényleg reggeltől estig figyelték őket, percre pontosan le van jegyezve, hol, mire mentek, mikor kikértem az anyagokat, és odaadtam ezeknek az embereknek, hogy nem is emlékeznek rá, hogy hol, mikor volt, kivel találkoztak, milyen boltba mentek be, de milyen jó, hogy lejegyzetelték a lengyel állambiztonságiak róluk, mert most ez nekik ez, hogy felidézi a múltat. Tehát elképesztő energiákat fektettek abba, hogy embereket figyeljenek meg, és jelentéseket írogassanak, és még egyszer mondom, a lengyel ellenzékének lenni nem volt életbiztosítás, de nagyon-nagyon bátran viselkedtek, pláne a hadi állapot alatt a lengyelek. Azt hiszem az egyedülálló a közép-európai történelemben, hogy ők ezt tömegével hogyan kezelték. Önálló rádióadásokat csináltak az ellenzékiek. Rácsatlakoztak az állami rádió frekvenciára. Arra képesek voltak a lengyelek, hogy megszakították az esti híradót a televízióban, és beolvasták az előre felvett szolidaritás híreket. Döbbenetes dolgokat csináltak,
És azt kell mondanom, visszatérve, hogy miért voltak egyébként kegyetlenek, és miért vertek meg sokszor, meg öltek meg sokszor indokolatlanul embereket. Én azt gondolom, hogy rettentő frusztráltak voltak a lengyelek. Tehát a rendőrök, a karhatalmisták, az SB-sek, ugye a belügyes, az állambiztonságosok rendkívül frusztráltak voltak. Megbélyegezte őket a társadalom. Volt olyan, hogy Wroclawi eset, jól emlékszem, hogy a helyi állambiztonság vezetőjének a lakásába mentek be ellenzékiek, helyeztek el le hallgatókészülékeket, és a feleségén keresztül az állambiztonság főnökét zsarolták, hogy miket követ el, miközben nincs otthon a férj. Frusztráltak voltak, idegesek voltak, ha találkoztak egy ilyen emberrel, és sokszor ártatlanokat is jól megvertek, akiket egyébként nem kellett volna. Tehát a túlkapások jelentős része azt gondolom, hogy ami nem tervezett volt, mert voltak nyilván tudatos dolgok, hogy XY-t el kell kapni, és jó móresre kell tanítani. Kivitték az erdőbe őket, hát a hadiállapotát számtalan példa volt, hogy beütették a rendőrautóval, kivitték a város szélre, az erdőbe, jó megverték, azt ott hagyták. Aztán, hát volt, aki mondjuk belehalt, tehát ilyen is volt, de ha nem is, akkor is hát gumibottal azért jó nagyokat lehet csapni. De sokszor a frusztráció okozta ezt, hogy egyszerűen nem tudták végezni a dolgukat, miközben felülről rájuk nyilván nyomást gyakoroltak, hogy itt eredményeket kell felmutatni. Utolsó kérdésemmel hozzád fordulok. Ugye, ahogy néztem a filmet, az jutott eszembe, hogy ez a film is egy tanú történetéről szól, mint ugye Bacsó Péter már egy kicsit talán túlbeszél klasszikus, hogy a tanú. Viszont itt ugye nem egy szatiráról van szó, hanem egy nagyon is komoly drámáról. És lehet, hogy most csak én akarom belelátni, meg belerőltetni ezt a fajta narratívát, de minthogyha ez is utalna a két nemzet filmes formanyelvének felfogásának a különbségeire. Te erősíts meg, vagy cáfolj meg, de hogy szerinted mi a lényegi különbség a 70-es és a 80-as évek lengyel és magyar filmjei vagy filmiskolái között? Hát igazából az az érdekesebben, hogy sok különbség van, tehát nyilván van, de sok hasonlóság is van. Ugye általában az ilyen filmesztétika, vagy a filmelemzés, a filmtörténet leköveti a nagy testvérét, a rendes, tehát a történelmet, magát és a politikai történelmi eseményeket, és ezek a választóvonalak Magyarországon azért eltérnek a lengyelországitól. Tehát Lengyelországban a 70 az, ami ugye egy ilyen enyhülést hoz, és hogyha mondjuk itt a régiót nézzük, Csehszlovákiában az a 60-as években van ugyanez az erjedés, és Lengyelországban mondjuk az 50-es években az a lengyel filmiskola, akinek mondjuk Vajda, ugye az egyik prominens képviselője, ott meg ott van ez az enyhülés. Miközben Magyarországon az 50-es években alapvetően sematikus filmek készülnek, az első olyan film az 1955 56-os talán a Várkonyinak a Keserű igazság című filmje később készül el. Tehát itt eltolódnak ezek a határok, a 60-as években a magyar filmművészetnek megtörténik ugyanaz a kiegyezése tulajdonképpen a kultúrpolitikával, mint amit a társadalom köt tulajdonképpen a nagy politikával, ez most időzőben köti meg nyilván ez a kádári alkúba való belecsúszás tulajdonképpen, és onnantól kezdve a 60-as évektől a magyar filmnek egy szabálya van, van egy nagy tabu téma, az 1956, arról nem nagyon lehet beszélni. Például, mondjuk erre jó példa, a 10.000 nap című film, ami elég súlyos utalásokat tesz 56-os eseményekre, és emiatt ugye azt nem is akarják kiengedni a Cannes-i filmfesztiválra, és Cannes-ból, ugye csak ez is érdekes, itt párhuzam ugye a lengyel-magyar eseményekkel, hogy ugye a Vajda filmje is kikerülnek Cannes-ból, ugye Cannes-ból nem tudom pontosan, hogy nevezik ott, tehát a szervező bizottságnak az elnöke talán elutazik Budapestre, személyesen acéllal tárgyal, és megmondja neki, hogyha nem engedik ki a 10.000 napot, akkor többet nem engednek magyar filmeket nevezni a Cannes-i filmfesztiválra. Tehát ez az 56-os kérdés, ez tabu, illetve ez az alkurendszer, tehát ez ami azután következik. Ezt nem nagyon szabad feszegetni, de alapvetően ilyen társadalmi problémákat lehet piszkálni, például, megint csak egy példa, Tar Bélának a Család tűzfészek című filmje a lakás probléma, a lakás kérdésre reflektál. És emellett persze elkészülnek azok a művészfilmek is, amik ugye hírnevet hoznak a magyar filmnek,
Jancsó Miklós, ugye, aki egyébként a rendszernek egy ilyen kirakat embere volt, neki kicsit többet lehetett, mint másoknak, mert őt nagyon jó volt mutogatni külföldön, hogy hát, hogyha Magyarországon ilyen rendezők ilyen filmeket csinálhatnak, akkor úgy igazából nincs is nálunk olyan nagy diktatúra, tehát akkor miről beszélünk. Mindeközben a lengyel film a 60-as években, a 60-as évek végén, a 70-es évek elején egy ilyen, ugye a lengyelek mindig jók voltak az ilyen nagy történelmi tablókban, nem csak a filmművészetben, az irodalom történetben is. Ugye ilyen óriási nagy történelmi tablófilmeket rendeznek, itt ez a Sienkiewicz-i történelem felfogásnak a szerepében, vagy a használatával, ugye itt a keresztes lovagok, özönvíz, és ezek ilyen óriási kasszasikerek. Van olyan film, amit 20 millióan néznek meg, azt hiszem a Fáraót, nem tudom pontosan melyiket, és ezek a hatalomnak is jók ezek a filmek, mert amíg az emberek ezekre járnak, addig nem beszélnek azokról a problémákról, amit a társadalmat érintik, például, hogy jegyrendszer van, sorba kell állni az élelmiszerért. És a morális nyugtalanságnak tulajdonképpen a fő célkütőzése pont ez lesz, hogy erre felhívja a figyelmet. Forduljunk a jelenbe, ne ragadjunk ezekben a kosztümös drámákban, beszéljünk arról, hogy mik az igazi problémák. Ez a lengyel filmnek tulajdonképpen egy ilyen második aranykora, ez a 77 és 81-82 közötti időszak, 82 után gyakorlatilag 89-ig nem nagyon lehet lengyel filmről beszélni. Talán itt a 85 után a 10 parancsolata az, ami meg tud jelenni, de az is éves csúszással. Magyarországon pedig a 80-as évekre érnek be ezek az úgynevezett 50-es évek filmek, amikor gyakorlatilag ezt a Rákosi korszaknak feloldják gyakorlatilag, és el lehet kezdeni filmeket rendezni róla. Például ilyen lesz a Megáll az idő, vagy már egy jóval később 88-as Bereményinek az Eldorádója, de még ott is egyébként, amikor mennek a tüntetők a 56-os a forradalomban, és kiabálják, hogy Nagy Imrét a kormányban, Rákosit a Dunába, akkor a Rákosit a Dunába azt ott leveszik a hangot, tehát azt nem lehet azért még hangosan 88-ban sem. Szóval azért van sok hasonlóság, tehát megvan a magyar filmes közegben, a lengyel filmes közegben is az akarat és a szándék arra, hogy a mindennapokat dokumentálják és foglalkozzanak társadalmi problémákkal, de megvannak azok a keretek mindkét országban, amelyek ezeket azért próbálják figyelemmel kísérni és ellenőrizni. Jó, hát én a magam részéről ennyire gondoltam, és hogyha esetleg a közönség soraiban felmerült kérdés, akkor ilyenek a lehetőséggel. Jó estét kívánok! Vidó Gábor vagyok, történész, doktorandusz hallgató, és igazából az első kérdésem Miklósnak szólna, azért merem csak így tegezni, mert ugye már találkoztunk párszor, hogy Lengyelországban lehet-e tudni, mekkora volt az SB-nek a létszáma, tehát hogy az ügynökök, most nyilván a Zomót nem ide értve, mert az inkább belügyi karhatalom, nem tudom, hogy erre tudnál-e válaszolni. Oké, a másik az inkább egy kiegészítés volna a filmes részhez, én ugye amatőr színházakat kutatok a doktorimban, és ugye itt ön említette, hogy így a 80-as évekre már nem annyira tabu az 50-es évek, de ugye az amatőr színjátszó csoportoknál például 69-ben az egyetemi színpadon, most nem ugrik be melyik darabnál, van egy olyan egy ügynök jelentés, hogy ott elhangzik benne, hogy a Marokkóban ideiglenesen állomásozó spanyol csapatok, és ezen mindenki nevet, és oda van írva egy széljegyzet, a rendőrtől, az állambiztonságítól, hogy hol ebben a poén. Tehát, és ugye akkor a Marászádot is ugye meg kell említeni Kaposvárról, az Ácstól, ahol meg ugye a Máté Gábor kikiáltója ott a végén a kockakővel, a lódenkabátba, meg ugye mögötte a Corvin köz, tehát hogy szerintem a színházban hamarabb megjött ez, mint a filmművészetben. Nyilván azért az amatőr csoportok ugye kevésbé voltak cenzúra alatt, ha mondhatjuk ezt magyar viszonylatban. Utolsó kiegészítés, és utána lelövöm magam, hogy a lengyel fikciós sorozatok, tehát amik nem a múlttal foglalkoznak, mint mondjuk az 1983, ott is észrevehető az, amit azt hiszem Miklós említett, hogy hát így nem nagyon szeretik a titkosszolgálatokat, tehát például a lengyel paktumnak a második évadában ott egy erőszála, az Abe Wu-nak az egyik ügynöke, aki ott erőteljesen kavarja a dolgokat, vagy a Nyelegányi sorozat, vagy például vannak még ilyenek. Illetve hogy a 90-es évek elején én úgy emlékszem, hogy már volt egy olyan lengyel film, talán Pitbull címen, de nem vagyok benne biztos, ami pont az átmenetről szól, hogy ugyanazok a rendőrök lesznek most a jó fiúk,
kopók, lehet, igen, tehát kutyák, igen. Köszönöm. Csak itt a kopók, ez érdekes, mert ugye van egy jelenet ugye van a vasembernek a végén, úgy van vége, hogy felhangzik a Janek Wisniewski Padu című dal, ugye ez a Janek Wisniewski elesett, most ilyen szabad fordításban, ugye ez az ellenzéki dal, amúgy ez a fiatal ember, ez a 70-es eseményeknek az egyik áldozata volt, és ez egy ilyen a psziben, tehát a kopókban van egy ilyen jelenet, hogy Boguszláv Linda játsza, hogy ez egy főszerepet, ahol ezek az ilyen részeg belügyesek egy szintén részeg újságírót felemelnek így a vállukra, mert hogy ezt a Janek Wisniewskit, ezt egy ilyen ajtón vitték a tüntetők így a felemelve végig az úton, és ugye ezt eljátszák gyakorlatilag a részeg belügyesek 93-ban, és ez hatalmas botrány igazából Lengyelországban, és ezen Vajda is egyébként felháborodik, hogy ezt hogy lehet, és ez úgy reflektál valóban a lengyel rendszerváltás problémáira, illetve hát arra, hogy 93-ban, ha jól emlékszem, ugye visszaválasztják tulajdonképpen az utódpártot, a lengyel szocialista, nem tudom, ilyen pártot, és aztán később maga Vajda is azt mondja, hogy évekkel később, hogy utána megértette, hogy miért volt erre a jelenetre egyébként szükség. Ja, annyira nem szerették, hogy nem tudom mennyire tudják itt, hogy ugye meg is változtatták a rendszerváltáskor a rendőrség nevét. Tehát a rendszerváltás előtt milícia, a rendszerváltás után polícia. Ez a lengyel nyelvben van. Hát mondjuk, nem tudom, Magyarországon is van mondjuk rendőrségről, csendőrségről, vagy nem tudom, mondjuk annak se jobb a konnotációja, tehát, de ez egy érdekes, tehát milícia az 89-90 előtt, utána polícia, a rendőrség. Nagyon nehéz dolga volt a rendszerváltás után is a rendőrségnek, a társadalom egyáltalán nem bízott bennük, és nem fogadták el. Tehát rendőrnek lenni még a 90-es években is borzalmas lelkiállapotot jelentett Lengyelországban. Nem beszélve a zomósokról, az egykori zomósokról, akik ugye lényegében a karhatalom, a munkásőrség felnek meg, de az egy keményebb brigád volt, ez egy gépesített csapat volt, és voltak még önkéntes munkásőrök, az ormósok, tehát ezeket megvetette a társadalom. Egyébként nem tudom Magyarországon mennyi volt, tehát most nem tudom azt mondani, hogy Lengyelországban arányévében kevesen vagy sokan voltak. Amit tudok, hogy 81-82-ben volt a legtöbb ügynök Lengyelországban, többen, mint a sztálinista érában, ez olyan 100 000 főt jelentett. Hát akkor 36-37 milliós ország volt. Tehát azért nem tudom, nekem ez nem tűnik olyan irgalmatlan nagy számnak. Lehet, hogy nagy egyébként, nem tudom Magyarországon mi az arány, de az 50-es években ennek körülbelül a fele volt jelenleg ismert levéltári források alapján, ezt lehet mondani. A hadiállapotban körülbelül olyan 30 000 rendőr vett részt, inkább katonák többségében, az jól emlékszem, olyan 70-80 000 katona. Tehát nem olyan irgalmatlan nagy szám. Persze nem is kevés ez. Azt kell tudni még, hogy egyébként az ellenzéki szervezetek vezető testületeiben nem nagyon sikerült beépíteni senkit. Tehát lehet tudni, hogy a Munkásvédelmi Bizottság, a KOR-nak a szűk magjában sem voltak ügynökök, a szolidaritás vezető rétegében is. Most itt Valenszával kezdtük, 80-81-ben Valensza nem volt már ügynök, tehát nem is lett volna értelme, mert akkor lényegében minden annyira nyilvánosan zajlott, hogy elmondták ők nyíltan is, hogy mit akarnak, nem kellett azért, nem tudom, lehallgatni, hát lényegében ott sorjázott Valensza lakás előtt az egész világ sajtó, tehát más volt akkor a világ, de nem nagyon tudtak beférkőzni. A 100 tagú szolidaritás vezetőtestületben, amit 81 őszén választanak meg a kongresszuson, ahogy is jól emlékszem, talán néhány volt, akiről kiderült, hogy jelentette egy-kettő. Tehát ez nem nagyon működött, meg kivetették maguk közül az ilyen figurákat, meg azt gondolom, hogy hamar lelepleződtek. Van egy ilyen sztori, ilyen magyar-lengyel ellenzéki vonalon, hogy a magyar állambiztonság, ugye a magyarok tartották a lengyelekkel jól a kapcsolatot, tanulni szerettek volna tőlük, és járkáltak ki. És a 81-ben kiküldenek egy magyar beszervezett figurát, aki Rajkékkal jóban van. Nyilván Rajkék nem tudják, hogy ő jelentget. Kimegy,
De Lengyelországban Wojciech Mazsarszky, aki egyébként magyarul is nagyon jól tudott, és ott a lengyel ellenzék egyik ilyen magyarosa volt, pillanatok alatt leleplezte, hogy ő az, és már rögtön telefonált a következő ellenzéki tagnak, hogy megy majd hozzád ez a figura, de nem kell neki mondani semmit sem, nem tudunk semmit, ez ügynök. És igazából kiderült, hogy igen, ügynök, innen, ahol jelenleg ülünk az ABTL levéltári anyagából, valóban jelentgetett, és egyébként le is jelenti ezt az útját, hogy milyen hülyék voltak ezek a lengyelek, ezek ilyen jelentéktelen figurák, semmit nem tudtak, meg mit tudom én, és igazából persze, hogy nem, mert készítettem interjút Mazsarszkyval, és mondta, hogy persze, hát pillanatokat levágták, hogy ügynök, úgyhogy hülyének tetették magukat, meg jelentéktelen figurának. Tehát, hogy nem nagyon tudtak beépülni, de 80-82-ben volt a legtöbb, aki dolgozott az állambiztonságnak, ez egész biztos. Csak egy kiegészítés, hogy ez a 100 000-es szám, ez kifejezetten nagy, mert amennyire én tudom, Magyarországon 45 és 89 között összesen, tehát nem egy időben összesen volt 100 000 beszervezett ügynök, 200 000? Igen. Na hát akkor, de még akkor is szerintem ez egy kifejezetten magas szám. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek, és végignézték ezt a hosszú, ám de kiváló lengyel filmet, illetve köszönöm Jánosnak is, és Mikinek is a közreműködést, hát a viszontlátásra. Bevetítés, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának podcastja.